Július 15-től a MÁV ZRT kezeli az állami tulajdonú Volánbusz ZRT feletti tulajdonosi jogokat. A két vállalat csoport így közös irányítás alá került. A vasútársaság vezérigazgatója ezt követően azt nyilatkozta, hogy jelentős mérföldkőhöz érkezett a közösségi közlekedés szervezése, melynek eredményeképp jobb szolgáltatást nyújthatnak az utasoknak a jövőben, a párhuzamosságokat megszüntetve. A fúzió előnyeit három területen igyekszik kihasználni a MÁV. Elsősorban a menetrendeket kell összehangolni, tehát nem szabad, hogy a buszok és a vonatok egymás versenytársai legyenek. Egy csapat vagyunk, együtt kell azért tovább mennünk, hogy minél több embert utast az egyéni közlekedésről átcsábítsunk a vonatok és a buszok használatára. Ehhez egy jobb kínálaton dolgoznak a munkatársak. Szeptemberig kellett tenniük ezt a kormányzat elé. A váratlan helyzetek kezelése és az egységes forgalom irányítása és utastájékoztatási rendszer kiépítése is prioritást élvez. A szóvivő elmondása szerint ezekben vannak még olyan lehetőségek, amelyekkel javítani lehet a szolgáltatást. Ezen felül a díjszabás és tarifarendszer átalakítása is megkezdődik. Jelenleg az egyes térségekben más bérletek, más menetjegyek vannak érvényben. Emiatt drágább lehet a közösségi közlekedés igénybevétele, hogyha valakinek volánbuszt is, illetve vonatot is, vagy esetleg Budapesten belül még BKK bérletet is kell vásárolnia. Egy zónarendszer kialakításával olcsóbbá válhatnak ezek a bérletek, menetjegyek, ez a cél. Mindez azonban egy hosszabb, több éves folyamat során valósulhat meg. A szakemberek már mindegyik területen dolgoznak a teljes közösségi vasúti és közúti személyszállítás átalakításán. Első körben a menetrend, utána a díjszabás, majd végül az utastájékoztatás terén lesz érezhető ezek előnye. A vasúton évente közel 140 millióan, a volánbusz járataival pedig több mint 400 millióan utaznak.